Onorevole Sogor. Európában a kulturális sokszínűség olyan érték, amelynek megőrzése érdekében mindannyiunknak tenni kell. Ez azonban nem volt mindig így. Kontinensünkön számos olyan egyedülálló kultúra van, amelyet az eltűnés veszélye fenyeget. A Románia területén élő moldvai magyar csángók is egy ilyen veszélyeztetett közösség. Az Európa Tanács 1521/2001-es ajánlása ennek a csángó kisebbségi kultúrának a megmentését szorgalmazza, konkrét lépéseket irányozva elő. Bár az ajánlás hatására az utóbbi évtizedben történtek előrépések az ügyben, távolról sem kielégítő a helyzet. Az Európa Tanácsnak nem áll rendelkezésére az európai jog, illetve az a számonkérési mechanizmus, ami ennek betartását lehetővé teszi, és ami az Európai Unió hatékony működését biztosítja. Az Európa Tanács számos kérdésben az EU előtt jár, ami az emberi jogok magas szintű biztosítását illeti, ám ajánlásai és egyezményei nem érhetik el a kívánt hatást. Ha az Európai Unió komolyan veszi a kulturális és nyelvi sokféleség tiszteletben tartásának elvét, amely az EU szerződés harmadik cikkelye is kimond, akkor mindent megtesz azért, hogy ez az elv konkrét esetekben is érvényesüljön. Kezdjük a moldvai csángó magyar kultúrával.